Jó reggelt kívánok mindenkinek! Április 3-a van, azt hiszem. Szerda, ha jól tudom. Szépen előbb kaptam egy hozzászólást, hogy tennapi videóhoz, hogy a házi kolbásznál nincs jobb, mert csak az az igaz. Soha nem tudok mit kezdeni ebben. Soha nem tudok. Ugye azt mondom, hogy gyulai kolbász az egy receptet jelent. Az egy márka, egy brand. Azt mondom, csabai kolbász, az is egy márka, az is egy brand. A házi kolbász az nem, mert ahány ház, annyiféle kolbász van. Marinírozott halat fogok enni. Kérem szépen, nincs ilyen, hogy házi kolbász, és az jó, meg nem jó. Mert valamelyik jó, valamelyik nem jó, tapasztalatom szerint 80%-a nem jó. Vagy a paprika rossz benne, vagy a fokhagymát másosszámra teszik bele, és este még visszapofázik, vagy egyéb problémái vannak. Mert azt mondja valaki, hogy a Bivaj Bürgözdi Balogh Pista bácsi a Lenin út 30-ban az ő házi kolbász a legjobb, ezt készséggel elhiszem. Ezt készséggel elhiszem. De mi az, hogy házi kolbász? Minden házi készítményre igaz ez, hiszen Magyarországon van néhány millió ház. Ahol másképp csinálják a kolbászt, a hurtát, a pálinkát, a legváros buktát. Ez annyiszor elmondtam már, hogy mi az, hogy házi? Hogy házi? Mit jelent? Háznál csinálják? Ki? Mindenhol ugyanazt csinálja? Mindenhol, minden háznál ugyanaz a kolbász készül? Vagy hogy? A házi kolbászoknál és a házi terméketnél az a legveszélyesebb egyébként, hogy amikor eladásra csinálják. Mert ha valaki magának csinálja a házi kolbászt, és abból megkínál, és azt mondod, hogy jó, az rendben van. De ha eladásra készül, az mindig veszélyes. Tudod, amikor ki van írva, hogy kóbormacskát veszek, ugyanitt házi kolbász eladó. Körülbelül ez az. Ki van írva a kapura. Kóbormacskát veszek. Soha nem tart, hogy milyen régi húsból készült, milyen fajta húsból készült. Nem tart.
senki nem ellenőrzi. Miből készül? Emlékezzetek rá Magyarország egyik legnagyobb botrányára, a piros paprika botrányra, a kalocsai paprikát háznál, hangsúlyoznám háznál, minimum festékkel szaporították. A minimum az egy ólomtartalmú festék. Ha vendéglőbe kértél egy pörköltet, akkor két pincér vitte ki, olyan nehéz volt a tál. Tehát volt ólomtartalmú minimumban. Na. Én tudom azt, hogy a nagyüzemes sem egy, hogy mondjam, ne nézzünk utána, hogy miből készül a párizsi, meg a szafaládé, meg a stb. A nagyüzemesnél sem. De ne tévedjetek, szemben Angliával például, Magyarországon minden nagyüzemi étkezdében, étteremben, stb. Ételmintákat kell eltenni. Kis üvegekben ételmintákat kell eltenni. És minden élelmiszer készít üzemben. Mert ha nem is tudod, hogy miből eszel, de legalább vissza tudják követni azt a mérgezést kaptál, hogy mitől kaptál mérgezést. Ilyen Angliában nincs. Itt egyetlen étteremben sincs étel, mint a tárolási követelmény. Szóval azért mondom, én tudom, hogy a nagyüzemes sem egy hófehér lelkű apáca nevelte szűzlányot, de a házi már még annyira sem. Élelmiszer higiéniai előírások Magyarországon nagyságrendekkel múlják felül az angol. Nagyságrendekkel. És még ugye ott is történnek érdekes dolgok. Angliában, hogy egy magyarországi kölyál, már most már azt hiszem nébi vagy mi a faszom, most már kölyál az már nem játszik, de ugyanaz, mindegy. Itt, hogyha a kölyál itt tartan Angliában egy átforgó ellenőrzést, a kardjúba dőlnének. A kardjúba dőlnének. Fölbelőnék magukat, hogy ilyen nincs a világon. Ha megnézlek néhány konyhát.
de más mondok. Ott vannak például a Magyarországon, meg mindenhol szerte a világban, ilyen-olyan-amolyan vásárok. Karácsonyi vásár, ilyen fesztivál, olyan fesztivál. Méri ki a kolbászt, méri ki a lángost, méri ki a töki pompost, mérnek ki mindent, és 500 méteres körzetben nem találsz egy WC-t. Ja? 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 Ugye? 500 méteres közben az önkormányzat beszél egy vagyont, a helypénzt, de hogy oda vinne néhány toj-tojt, ja, hát az nem, az már nem fér bele büdzsébe, mert csak lekasszáljuk őket, de szolgáltatást nem nyújtunk. Ugye? Én mondom. Ugye? Csak mondom. Így megy ez. Így megy ez. Kérlek szépen. Így megy ez. Senkire nem tűnt még ez fel. Csak mondom, hogy ember. Hát hol vérzed a dolgodat? Meg hogyan? Milyen körülmények között? Hogy? Ugye? Amikor van egy ilyen lángosütő utánfutót. Miért is? Hogy? Hogy? Hol? És még ennek ellenére is azt mondom, hogy Magyarország élen jár ilyen szétére. Kínaiakról ezen a téren egyébként élelmiszer higiéniai szempontból a legalja az a kínai. A kínai konyhák, a kínai... Úristen! Most azok, ahol előkészítik az ételt, ahol feldolgozzák a nyersanyagot, volt már ilyen Magyarországon néhányat azért megfogtak, láttunk ott szörnyű dolgokat, de az valami elképesztő és minősíteletlen. Tehát, hogy a kínai ételt mondjuk nem forrón eszed meg, ami garantálja, hogy a baktériumok elpusztulnak, akkor semmi jóra ne számíts. Én mondjuk nem eszek kínaiban, mert én eddig már kétszer ettem kínait, három napig befogott vissza. Én kizárdok, hogy a kínaiban egyek bármit is. De vannak nagyon sok, oda járnak. Na ott aztán vannak csodák. Ahol ott előkészítik, vannak ilyen kínai, akik aztán előkészítik, azért kihagyják a kínai konyhákba, mert nem ottan készítik elő általában, hanem oda viszik. Úristen! Az a legalja mindennek. Az a legalja. Persze Magyarországon is van néhány ilyen zugvágóhíd, ahol térdig tocsognak a vérben, mert a dökhúsban. Volt már ilyen. Azért mondom, hogy ez a nébi, vagy a könyál, ez azért nem dolgozott hiába. Na mindegy. Az a helyzet, hogy ilyen gödröket szedél most, mint ez körülbelül fél méter mély, meg ez is, amit most fogok csinálni, ez is fél méter, ebben nem cölöp fog kerülni, hanem azoknak a ferde támasz, mikor ezt az épületet lebontják, akkor azoknak a ferde támaszoknak, amelyek ott kívül vannak, még támaszták az oldalfalát. Ott az nagyon nagy, azok az így gerendák, amit most mutatok kívül, azok erre fognak itt belül, amikor lebontják ezt az egész épületet, már most bontják egyébként, ezt az egész épületet itt lebontják, ahol most, amiben most benn vagyunk, és majd amikor majd ez felszabadul, akkor ezeket a tartókat ebben fogják kitámasztani a falakat, külső falakat. Mert ugye ez lebontásra kerül, ez még támaszt, de ezt le fogják bontani. És akkor ezekben, hogy akkor már ne kelljen akkor csinálni, amikor már lebontják ezt az épületet, ne akkor kelljen csinálni ezeket. Így már mostan feltörjük,
aztán betemetjük majd, vagy majd amikor bontják betemetésre kerül, ahogy ráhullik a cucc, teljesen mindegy, de már utána már csak ki kell lásni, már nem kell törni. De oda jön egy gép, 3 perc alatt kiássa, a laza beton, ami belehullott, vagy beletöltöttünk, és lehet beletenni a támaszt. De nem abban megy el az idő, hogy törni kell. Ezért csináljuk itt belül már a cölöpöknek, a fal mellett ugye volt a cölöpöknek az előkészítés, aztán most a támaszoknak az előkészítése, mikor ez az épület lebontásra kerül, akkor lehessen már cölöpölni, lehessen a támaszt egyre betenni. Ilyen előre dolgozás. Na jó, egyelőre ennyit.
volt, igen.